Jelenleg az utolsó simításokat végzik a beruházók az 1500 négyzetméter alapterületű épületen. Cang Géza, az S+T Studio Kft. Ügyvezetője azt mondta, a nehézségek ellenére egészen biztosan időre átadják a létesítményt. Az ipari kapuk estek abba a szállítási problémába, hogy most már több mint egy hónapos a szállításnak a csúszása. 27-én rakják kamionba a termékeket, és véletlenül 29-én érkezik, tehát 30-án az átadás időpontjára lesznek beszerelve itt a dokkoló és a csarnokoknak az ipari kapui. Az építőanyag szállítása, a munkaerő hiánya és a vírusjárvány is hátráltatta a munkát, tette hozzá az ügyvezető. Bozsadik Robert polgármester azt mondja, ez Bátaszék történetének első jelentős beruházása, melyet az önkormányzat finanszíroz, hiszen a területi operatív program nyertes pályázata tette lehetővé az építkezést. Erre még nem volt példa a város újkori történelmében, hogy önkormányzati beruházásban munkahelyteremtés és vállalkozás élénkítés történjen meg. Ugye a megyei önkormányzaton keresztül toppályázatból 550 millió forintot nyertünk ennek a projektnek a megvalósításához. A következőkben a szükséges működési engedélyezési eljárás kezdődik, miközben a város folyamatosan tárgyal az üzemeltetővel a működtetés részleteiről.